Nyíregyházán és környékén is tovább emelkedtek az ingatlanárak, a múlt héten bejelentett új akkumulátorgyári beruházás pedig a szakértők szerint várhatóan még tovább lendíti a négyzetméter árakat. Nyíregyházán például 128%-kal emelkedtek az ingatlanárak, és már 544 ezer forintot kell fizetni egy négyzetméterért, és a második helyen pedig Nyírpazony található a Vármegyében, ahol 517 ezer az átlagos négyzetméter ár, és ez nagyon jól illeszkedik abba az országos trendbe, hogy a nagyvárosok, és elsősorban a nagyvárosok agglomerációi ingatlan értéke emelkedett a legnagyobb ütemben. Bákány Zsoltné ingatlan értékesítő szerint Nyíregyházán a tavalyi évhez képest 38%-kal emelkedtek az albérletárak, ami átlagosan 2-3 ezer forintos négyzetméterenkénti árat jelent. Egy nyíregyházi panellakás négyzetméter ára közel 500 ezer forint, az átlagos albérletár 135 ezer forint. Aki nem tudta eladni az ingatlanát, és a pénze úgymond ráér, tehát nincsen sürgető tényező, hogy szüksége van az ingatlan árára, ők viszont megfordultak és kiadják az ingatlant, mert most rájöttek, hogy jó áron ki tudják havonta adni. Ugye azért nem tudják eladni, mert nem tudnak hitelt fölvenni a fiatalok, és mindenki fél tőle, hogyha a jövő évben már nem lesz városi csok, akkor hogy fogjuk tudni eladni. Hozzátette, a jövő évtől az illetékkedvezmény is megszűnik, ami egy 30 milliós ingatlan esetében 1,2 millió forint plusz költséget jelent. A Szánvoda gigaberuházás hatására már most vannak, akik jelentősen emelnek az albérletárakon, ennek ellenére körülbelül két hét alatt bérlőre találnak. A múlt heti hír hatására egy 2 évvel ezelőtti ingatlannak a kiadási ára akkor 90 ezer forint volt. 2 évre egy külföldi kadét kivette az egyetemen tanult pilótaképzésen volt, és tegnap került vissza a portfóliónkba az ingatlan 150 ezer forintos kiadási áron. Az értékét megnövelték egy-két berendezési tárgyal, tehát tettek hozzá, nyilvánvaló, de azért ez a 60 ezer forint az arányaiban egy kicsikét több, mint az infláció, viszont a tulajdonos úgy gondolkozik, hogyha egy olyan apartmant ad bérbe, amit azonnal használni lehet, akkor azt meg fogják fizetni, és véhetően meg is fogják. A szakember úgy látja, az albérlet piacon közel 500 000 forintot kell összegyűjteni a családoknak, vagy az egymással összefogó diákoknak ahhoz, hogy a tanév kezdésre fedél legyen a fejük felett. A tehetősebb fiatalok mennek albérletbe, hiszen azoknak a fiataloknak, akiknek a fizetése együttesen nem érje el a 350 ezer forintot, az nagyon nehezen fog havi 150 ezer forint plusz rezsit kitermelni, nem beszélve arról, hogy a kezdő belépő egy 150 ezer forintos albérletbe, egy havi bérleti díj, két havi kaució, tehát ez már 450 ezer forint, plusz kifizetni az ingatlan közvetítői díjat, ami az egy havi díj fele, tehát közel ilyen, tehát az, hogy 500 000 felett kell gondolkozni azzal, hogy én egy albérletet birtokba tudjak venni, ez baromi nehéz egyébként, és ezeknek a fiataloknak, ha nincsen hátszele, segítsége szülői részről el se tudnak indulni, maradnak a Mama Hotelben. 35 perc című műsorunkban Kósáné dr. Bilanics Ágnes, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektorhelyettese arról számolt be, hogy az egyetem férőhely kapacitása jelenleg a megemelkedett jelentkezési szám mellett is képes befogadni a hallgatókat. A Nyíregyházi Egyetemnek több komfortfokozatú, több épületben létezik kollégiumi elhelyezése, nyilván ennek megfelelő díjazásokkal, illetve most lett egy szállásunk, amit PPP beruházás keretein belül a Sandra Hotel, amely hotel minőségben tud szolgáltatásokat nyújtani a hallgatójelölteknek, az is kollégiumként is, mint szolgáltatás igénybe vehető, ennek feltételeiről is a Nyíregyházi Egyetem honlapján érdeklődjenek a hallgatók. Kósáné dr. Bilanics Ágnes hozzátette, az egyetem vezetése arra törekszik, hogy lehetőség szerint mindenki számára férőhelyet biztosítson. Mindemellett az egyetem által nyújtott szállás lehetőségekkel az egyetemtől független munkavállalók is élhetnek.